Rekordszámú látogató, 114 ezeren buliztak a ma hajnalban véget ért Campus Fesztiválon. Győztesek napja, a speciális olimpiai mozgalmat mutatták be Debrecenben. Hagyományos viselet, a magyar kalap ünnepét rendezték meg Balmazújvárosban. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle július 21-e vasárnapon, már is mondjuk a hétvége híreit. Látogató rekordot hozott a Campus Fesztivál, összesen 114 ezeren buliztak a ma hajnalban véget ért rendezvényen. A zárónapon a sztár fellépő az amerikai Limp Bizkit volt, de koncertet adott mások mellett a Halott pénz is. A fesztiválozókat az éjszakai eső sem zavarta a szórakozásban. A táncház csak egy volt a számtalan program közül, ami délután várta az érdeklődőket. Minden korosztály talált magának elfoglaltságot. A legtöbben természetesen a zenei kínálat miatt vettek részt a fesztiválon. Én azért szeretem a Campus Fesztivált, mert minden zenei műfaj elfér egy relatív kis helyen, és mindenki megtalálja a saját színpadát. Úgy gondolom, hogy egy relatív élhető fesztivál. Mindig van valami a levegőben, ha a Halott pénz a színpadra lép. A zenekar idén ünnepli 15. születésnapját. A fesztiválra több meglepetéssel is készültek. Egyik dalukat Rúzsa Magdival közösen adták elő. A fiúk azt is elárulták, hogy a koncert után nem sietnek haza. Most itt maradunk, Debrecen egyébként azért is az egyik kedvenc városunk, mert nagyon szeretünk eltölteni még egy kis időt pluszban a városban. Vannak kedvenc helyeink, kedvenc éttermünk, kedvenc lemezboltunk, és most itt maradunk koncerteket nézni a mi koncertünk után. Limp Bizkitet mindenképpen meg akarjuk nézni. Az utolsó este sztár fellépője a Limp Bizkit volt. Az amerikai zenekar 25 éve alakult, több 10 millió lemezt adtak el. 2006-ban ugyan feloszlottak, de néhány évvel később ismét összeálltak. Az együttes teltházas nézőtér előtt csapott óriási bulit. A rajongókat még a szakadó eső sem zavarta. Az élmény, hogy ott voltunk elől. Gyerekkori álom. Nagyon jó volt. Az eső meg rárakott egy lapáttal, úgyhogy... Vasárnap délutánra elkészültek az összesítések is. A látogatók száma rekordot döntött. 114 ezeren buliztak a nagy erdőn. A rendezvényen több mint 1000 zenész adott koncertet. A hivatalos megnyitó adomány gyűjtésén 7 millió forint jött össze. A pénzt az idősek és a csökkent látók otthona kapja. Jövőre július 22-e és 26-a között rendezik meg a Campus Fesztivált. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról tartott előadást a Campus Fesztiválon szombaton Temesi Dóra, a miniszterelnöki hivatal főosztályvezetője. A közigazgatás színvonalának emelésére létrehozott programba jól képzett, nyelveket beszélő fiatalokat szeretnének bevonni. A főosztályvezető elmondta, a kormány úgy döntött, hogy bevezetik az oktatói, kutatói és dolgozói életpályamodellt, valamint havi 250 ezer forintra emelték az ösztöndíj összegét. A kezdeményezés részeként 50 fiatal 7 hónapot Magyarországon egy központi államigazgatási szervnél, 3 hónapot pedig egy európai ország közigazgatási szervénél tölthet. A jövő évi ösztöndíj programra csaknem 300 millió forintot költenek. Egy diplomával kell rendelkeznie annak, aki az ösztöndíjprogramba akar pályázni, de ez már egy főiskolai diploma is lehet, úgyhogy azt gondolom, hogy ha minél több egyetemistát elérünk, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy vagy a most majd frissen végzettek, vagy egy pár év múlva még mostani hallgatók is értesüljenek az ösztöndíjprogramról. A speciális olimpiai mozgalmat ismerhették meg a debreceniek szombaton a Kossuth téren. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa, milyen sportteljesítményre képesek az értelmi fogyatékkal élők. Több mint 10 sportágat ki is lehetett próbálni. Wolf Kati ezúttal nem egyedül énekelt a Kossuth téren, a rendezvény a fogyatékkal élőkről szólt. Egész délután ismert énekesek és a Városi Szociális Szolgálat művészeti csoportjai váltották egymást a színpadon. A tér nagyobbik részén a sporté volt a főszerep. Hó és lejtő nélkül is alpesi sízőnek érezhették magukat azok a gyerekek, akik felpróbálták a léceket. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség tucatnyi sportág kellékeit hozta el Debrecenbe.
Nekem nagyon tetszik ez a nap, és a floorball tetszett a legjobban. Ott sérültem is egy kicsit, a síelés is jó volt. A speciális olimpiai mozgalom idén 50 éves, Magyarországon pedig 30 éve alakult a szövetség. Debrecen volt a második helyszíne annak az országjáró körútnak, amit azért rendeznek meg, hogy a kerek évfordulókat ünnepelve közelebb hozzák az épeket és az értelmi fogyatékkal élőket. A speciális olimpiát azért hozták létre, hogy bemutassák a világnak az értelmi fogyatékossággal élő embereket, hogy mire képesek. Hát ma már, ahogy említettem, 27 versenyszámban rendeznek speciális olimpiát. Győztesek napja. Ezt a címet kapta a szombati rendezvény. Pap László polgármester köszöntőjében azt mondta, a sport az épek esetében is nagy áldozatokkal jár. A speciális sportban ez még inkább igaz. Hogyha valakinek emellett még vannak más akadályozó tényezők is az életében, és mégis ennek ellenére is elkötelezettséget vállal, tesz a saját egészségéért sporttól, az külön elismerést érdemel. A programon a város polgármestere, Seránszky Petra világjátékok győztes úszonyosúszó és a speciális olimpikonok képviseletében a Down-szindrómával született Aranyos Dávid közösen gyújtották meg az olimpiai lángot. Újabb 13 csomópontot építhetnek át, így jelentősen gyorsulhat a forgalom Debrecenben. Legkorábban a Nyíl utca és a Hatházi út kereszteződése készülhet el. A csomópont fejlesztésekről szóló javaslatot elfogadta a kormány. Erre a célra mintegy 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Az új csomópontok közül várhatóan a Nyíl utca és a Hatházi út készülhet el a leghamarabb, akár már a jövő évben. A kereszteződés jelzőlámpás lesz. Ez annak a 9 fejlesztés előtt álló csomópontnak az egyike, amelyeknél már az előkészítést és a megvalósítást is elrendelték. Ha elkészülnek, várhatóan az Árpád tértől az M35-ös autópálya felhajtójáig dinamikusan tudnak majd közlekedni az autósok, de további nagyforgalmú kereszteződések kapacitásbővítő beruházása is megtörténik majd. A mai napon azt a bejelentést szeretném tenni, hogy 13 újabb csomópont esetében kezdjük meg a következő hetekben, hónapokban a csomópontok átépítését. Az új Főnix terv keretében megkezdett közlekedésfejlesztési program folytatását Pap László polgármester jelentette be. Azt mondta, javaslatára a kormány beépítette ezeket a beruházásokat a rövid és középtávú infrastruktúra fejlesztési programjába, amiről már áprilisban döntöttek. A város ugyanis abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kormány egyértelműen látja és támogatja a regionális szerepkör növelésére vonatkozó ambícióit, fogalmazott Pap László. Jelentős gazdaságfejlesztési folyamatok mentek végbe, és ez minden döntéshozó számára világossá teszi azt, hogy Debrecen egy másik lépték, egy másik pozícióba lépő város, és ennek köszönhetően vannak nagyon komoly kihívások és feladatok előttünk. Az állami utakat érintő csomópontokra 4 milliárd forintot szán az állam, a kereszteződések között 3 olyan van, ahol egyelőre az engedélyes tervek és az építési engedélyek beszerzését rendelték el. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő szóvivője azt mondta, azok a csomópontok, ahol már elrendelték a megvalósítást, 2 éven belül elkészülnek. Úgy tervezzük, hogy 2020-ra be is fogjuk tudni fejezni ezeket a csomópontokat. Tehát a tervezés, a tervek azok elkészülnek 2020 nyár elejére, és a munkák azok pedig 2021-re be is fognak fejeződni. A 13. csomópont, aminél egyelőre csak a tanulmányi tervek elkészítésére van engedély, a Böszörményi és a Füredi út kereszteződése. Ezen naponta csaknem 60 ezer autó hajt keresztül, ide az elképzelések szerint egy alul-felüljárós kereszteződés épülne. Jól halad a körforgalom építése a Határút és a 4-es főút csomópontjában, bemutatta önkormányzati képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP. A DK-s Varga Zoltán lesz a baloldali összefogás polgármester jelöltje. A hét legfontosabb hírei jönnek röviden. 2 hónap múlva már az új ötágú körforgalmat használhatják az autósok a Határút és a 4-es főút csomópontjában. A beruházás része a 13,7 milliárd forintból megújuló Ebes-Debrecen vasútvonal tavaly kezdett teljes felújításának. Ehhez kapcsolódóan egy új felüljáró is épül, ami várhatóan ősz végére készül el. Elkezdődött a Felső Pércsi utca korszerűsítésének második üteme. A Bajk-András kerti gyűjtőutat tavaly több mint 500 méteren aszfaltozták le, most további 250 méteren kap új aszfaltot. Már a Diófa utcán is folyik a munka, ott még 85 métert kell leaszfaltozni. Ezzel előreláthatóan szeptember végére végeznek.
A beruházásokat az új Phoenix terv részeként valósítja meg az önkormányzat. Bemutatta debreceni önkormányzati képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP. 16 körzetben az eddigi képviselő indul, 7-ben új jelölt méreti meg magát. A héten jelentették be azt is, hogy az MSZP, a Párbeszéd, a Szolidaritás és a Demokratikus Koalíció együttműködik a megyeszékhelyen. A baloldali összefogás polgármester jelöltje a DK politikusa Varga Zoltán lesz. Faültetés volt kedden délután Debrecen Józsán. A Tócóér partján lévő kiserdőben egy több mint 2 hektáros területen márciusban vágták ki a rossz állapotú, balesetveszélyes fákat. A Mi Kertünk mozgalom keretében ezeknek a helyére ültettek őshonos csemetéket. A balmazújvárosi Mihalkó család generációk óta készít hagyományos pásztorkalapokat. Az országban egyedülálló viselet tiszteletére 4. alkalommal rendezték meg szombaton a magyar kalap ünnepét a településen. A Mihalkó kalap egyébként része a Nemzeti Értéktárnak is. Láthatják a fektetést. A Holtobágyi Csikós elképzelhetetlen daru tollas kalap nélkül, ez a fejfedő védi meg őket a pusztában az időjárás viszontagságaitól. Amikor esik az eső, akkor ugye ezt leszoktuk hajtani, hogy kifoljon belőle a víz. Mert legyen az akármilyen kalap, azért csak beázik, hogyha mondjuk ez így megtelne vízzel. A pásztorok kalapját 9 generáció óta Balmazújvárosban, vagy ahogy itt mondják, a Hortobágy mellyékén készíti a Mihalkó család. Fejfedőik bekerültek a Nemzeti Értéktárba is. A kalap nekünk olyan, mint ahogy imádom anyukámat, meg apukámat, meg a családomat. Egy családtag nálunk a kalap. Balmazújvárosban már 4. alkalommal gyűltek össze a kalaposok a magyar kalap ünnepére. Ezzel a rendezvénnyel köszöntötték az országban ma már egyedülálló módon az évszázados hagyományokat követve kézzel készült fejfedőket. Ma már nem tudunk a globuson olyan földrészt, ahol a Mihalkó kalap ne fordulna elő. Minden ember, aki Mihalkó kalapot hord, az Balmazújvárosnak a nagykövetévé válik. A rendezvény fontos célja, hogy népszerűsítsék a hagyományos viseletet. A résztvevők úgy tartják, a magyar kalap az identitásunk része, ezért ha eltűnne, a történelem egy szelete veszne el vele. Mély vallásosság jellemzi M. Kis Katalin kerámia művész új kiállítását, ami ma nyílt meg a református nagy templomban. A tárlat csaknem 30 év munkáiból állt össze. M. Kis Katalin nem csak elhelyezi a keresztény motívumokat alkotásain, hanem éppen a Biblia ihleti munkáit. Műveinek fő témája a természet. A legtöbb levél alakú, ezeken egy-egy bibliai idézet olvasható. A megnyitón Pészalai Emőke nyugalmazott főmuzeológus azt mondta, a kerámiák komoly kézműves munka eredményei. A betűk egyszerű szépsége engedi, hogy Isten igéje maradjon a középpontban. A Lélekből Lélekkel című kiállítás október 21-éig látható a Calvin galériában. Híreink után röviden a várható időjárásról. Hétfőn napos és gomoly felhős időszakok váltogatják egymást Debrecen térségében. Csapadék nem várható, de az északnyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 21-23, napközben pedig 28-30 fok várható. Önök a vasárnapi napszemlét látták, riportjainkat megtalálják a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!